Hamarosan ismét rácsodálkozhatunk a természet csodáira az ifjúsági házban. A város szerte népszerű tárlat szervezésébe idén ráadásul beszállt a központ egy lelkes, de hidegvérű munkatársa is, és rögtön egy izgalmas játékkal rukkolt elő. Ő nem más, mint Gazsi a Gekko, nem tudom, mennyire látja őt a kamera. Ő az idei természet csodáinak a külső szakértője, és egyben a totem állata is. És Gazsi a Gekko, mivel ő kicsit magányos itt Magyarországon, illetve Újpesten, így rögtön egy játékot is hirdetett az újpestiek számára. Keressük Újpest legcukibb házi kis kedvencét. Várunk tengeri malacot, kutyát, macskát, bármit. Az a lényeg, hogy ne plüss legyen, mint Gazsi, hanem ugyebár élő állat. És ezt majd a Facebookon egy albumban fogjuk kitenni, és ott lehet megszavazni, hogy ki lesz Újpest legcukibb kis állata. Az április 24-éig beküldött fotókra május 1-jéig lehet szavazni. Az első három helyezett pedig már egy családi belépővel jöhet a 4 napig nyitva tartó kiállításra. Május 5-től 8-ig tartjuk idén a természet csodái kiállítást, a szokásos színes kiállítókkal, illetve a színes programokkal. Nagyon szeretnénk, hogy minél több iskolás és óvodás csoport is részt vegyen a kiállításon. Ez tavaly ősszel nem volt annyira sikeres, mert ugye még a vírus miatt nem mertek annyira eljönni. Reméljük, hogy most már ez az akadály elhárult, és várjuk, hogy minél több regisztráljanak nálunk. Megvannak adva az ő részükre a felületeken az e-mail címeink, telefonszámaink, úgyhogy bárhol tudnak regisztrálni, várjuk őket is szeretettel. A kis kedvencek nagy fotóversenyének szabályairól és a kiállítás részleteiről mindent megtalálni az Új KK web és közösségi oldalán, ahol az új kolléga is többet elmond magáról.